Na és ha még szép időnk van, akkor szombat is van. Végeztem ugye a fűnyírással, szemzéssel. Akkor még egy kicsit javígatom ezt a kokart fűnyírót. Vagyis hát meg kéne hegesztenem ezt az alkatrészét, és akkor összerakom. Most már az udvarban lesz van akkor a fű, hogy esetleg, hogyha működik, ki is tudom próbálni. Persze, ha működik, ez még arrébb van egy picikét. Jó, hát akkor nekiugrok ennek a hegesztésnek. Ugye ezt az alkatrészt, ugye amit levettem róla, ezt kéne nekem meghegesztenem, vagyis hát úgy ráhegesztenem, hogy ráhegeszteni vissza ezt a fogaskereket, mert ugye ezt olyan ütöttem szétesett, mint mondtam annak idején. Úgyhogy ezt most rápöttyintem, meg nem tudom, itt a, hát a hosszára kivágtam, úgyhogy le tudjam venni róla ezt a külső részt, amiben, amin elcsúszik a, vagy amiben pörög, amin maga a tengely, ugye amin pörög az egész mélfene, fogaskerék, kormányzás, azt lehet, hogy összepöttyintem, de meglátom. Jó, elmegyek, akkor bedugom a hosszabbítót, legyen egy kis áram, kipakolom a hegesztőt, aztán akkor ezt meghegesztem, aztán kikapom a fűnyírót, vagy a kokardot is, összerakom, azt meglátjuk, mi lesz. Na és akkor bele is fogtam satuba, és akkor fogom, és akkor itt ezt a részt kicsit megpöttyintgetem. Tehát, hogy fogja meg egy picikét, hogy a fogaskerék ezzel az egy külső, úgymond hüvely, vagy nem is tudom, minek nevezzem, azzal együtt forogjon. Tehát a fogaskerék így is elég jó szoros látom, de azért megpöttyintem egy-két helyen, és akkor úgy már jó lesz. Mert amikor szél ütöttem szét, akkor sajnos a ponthegesztések elengedték, mint látható volt, és akkor ugyanezre felén volt, a közepét lehet, hogy meg kell megcsiszolnom egy kicsikét, kap egy kis zsírt, vagy pedig ezt a fejét fogom megcsiszolni, ugye most kicsit szorul bele, de azért is elpörög, nem a legjobb, de le is szorult, hál' Istennek, úgyhogy na, ki se jön belőle. Na, így, ne. Egy kicsit ezt még át kell csiszolnom, vagy flexel át, még vagy nem tudom, meglátom. Aztán az a lényeg, hogy ennek pörögni kell benne simán. Jó, hát hegesztés nem veszem föl, mert a végeredményt, jó? Nem akarom itt a kamera lencsé, így is, és össze-vissza fókuszálódik. Így maga a végeredményt fogom a kókányolást fölvenni, mert hát ugye, mint látható, ott előtt sem volt egy normális hegesztés, de ez se lesz az, úgyhogy ilyen szakbarbárszerűség. Tehát akkor rá is kókányoltam, mint mondottam. Hát ez igazi szakmunka. Az a lényeg, hogy valamilyen szinten megfogta, mert nem is akartam végigvarni. Elég, hogy egy-két fotót tettem le, azt jó van. Akkor előhatásnak nem lesz ez kitéve, hogy honnét leszakadjon. Na de, ugye ez ide megy bele. Most az hogy ebbe az esztergelme nincs beüzemelve, ugye az lenne jó, le tudnám szúrni. Erről le tudnék szúrni keveset, mert így sajnos ez nem fog belemenni. Vagyis ugyanúgy járok, mint eddig, szorulni fog bele. Tehát most vagy teszek be a furógépbe egy nagyobb furót, és akkor a... Hát ezt itt most nem tudom kivenni. Nem, mindjárt megpróbálom. Tehát vagy ezt nagyobb furóval átfurom, tudom, hányos lehet ez, lehet, hogy azt fogom csinálni, meg plusz ezt csiszolóvászonnal egy kicsit befogom ide satuba, és csiszolóvászon, itt a 60-as vászonnal, 60-as vászonnal egy kis csíkot téptem, és akkor ezzel egy kicsit megcsiszolom. Ugye ez sajnos ez felga kellene, egy kicsit le lenne szúrva, egy-két milliméter, hát egy milliméter nem is kéne róla, egy fél. Fél milli körösen le lenne szúrva róla, aztán akkor letyögne benn. Most ez a technika maradt, ugye. Jó, hiány. Más nincs, marad ez. Jó, és akkor ez a fel kész. Tehát akkor itt volt a fűrészel, és akkor fordítok egy mennyit.
és akkor a másik felől is, hogy akkor ne legyen össze-vissza, majdnem kockás, hanem akkor azért körkörösen ne legyen véve róla az a réteg, aminek le kell jönnie, vagyis hát úgy gondolom, úgy sejtem, hogy annak jó lenne, ha lejönne. Ugye az 60-as vászon azért ez jobban harapja a vasat, mint a finomabb szemcsézet. De hát még mindig szorul bele sajnos, ugye ez kevés neki. Úgyhogy szemből meg ugye bele sem megy, nem is akarom belültetni, mert megérem kiszedni belőle. Tehát nincs más hátra, mint előre. Fogom, és akkor egy nagyobb furót keresek, és akkor így, ahogy van a satuba, ezt átengedem ott a furót, hát más nem tudok kitalálni, ez lesz a legcélvezetőbb. Sajnos nagyobb furó, nagy furón van csak, meg pici, ez a méret, ez sajnos nincs. Úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Lapos lesz elő. Egy kicsit jobban visszadér, mint egy csiszolóvászon. Ezzel szépen körkörösen valamennyi, amit tudunk, leveszünk belőle. Ugye mindkét oldalról, szépen körbe. Miután ez meg lesz, utána csiszoló vászonnal kicsit még ráfinomítunk, hát a nap most pont úgy fog tűzlátom, és csiszoló vászonnal egy kicsit ráfinomítunk. Hát ugye ez esztergán egy 5 perces meló lenne, van is, hogy talán beállítja az ember a kést, meg mindig futtatja ezt, aki lekapja róla egy kis réteget. Hát itt sajnos ez van. Most itt nincs hirtelen. Na, azért elég jó, most már belement. De még nem az igazi. Ennek ugye totál. Hát lehet, hogy ráfáztam. Mert a varratokat le kell színbe kell flexelnem. Mert ugyebár ezt el fogja tartani. És ugye ugyanott leszek, ahol a part szakad, ugyanúgy nem fog rajt forogni, mert a varratok véget nem. Tehát a varrat károd ekkora bumszlikat ide tetejére tenni, tehát így sikerült. Ugye ezeket színbe kell hoznom, ezt flexe szépen. Szerintem le kell csapnom. Az oldalán szerintem van annyi hegesztés, hogy az megfogja. Hát remélem legalábbis. Hát jó, akkor még kicsit reszelgetjük, mert sajnos még mindig nem az igazi. De már azért mélyebbre belement, ugye. Kicsit most, ha szögletes is lesz, itt ennél nem számít. Nem lesz totálisan szép, sima, kerek a végeredmény. Az a lényeg, hogy ide belemenjen, és ebben szépen pörögni kell. Nem, ne akadjon meg, mint most, ahogy megakad. Mert ez így nem jó még. Ez sajnos így nem jó. Hát flexel azért nem állok neki, mert az tényleg kockás lenne akkor. Mert csak lép azt a csikot, ahol letolom flexel, azt fogná meg, és akkor nagyon sokáig tartana még azt. Szépen körkörösen meg tudnám csinálni. Hát ezt nem mondom, hogy így olyan gyors, de azért valamelyen szinten szerintem normálisan lesz az égeredmény. Tehát ugye miért is lenne túl egyszerű, ha valamit az embernek kell megjavít. Oppácska. Oppácska, ez beleugrott. Na kérem, forog is rajt, csak hát nem lóg ki. Ugye pont az a rész, mint látható, eltartja.
Annyit kéne neki kicsúszni ennek a felé. Na, oké. Tehát, akkor egy kis csiszolóvászon a finomítok még rajt, úgymond. Aztán ez jó is lesz akkor szerintem. De viszont a másik felét, azokat a boomstickat, azokat a komoly hegesztések, technikákat, azokat le kell vennem onnét, mert az ember szúgy jó. Szerintem, mert ugye eltartja sajnos. Úgyhogy ezt mindenféleképpen kell szüntetnem. Szintbe kell őket csiszolnom, szintbe kell flexelnem őket. Arra viszont talán a flex az egy megoldás lesz. Jó. Ez már. Én azt mondom, hogy ez így. Hát, még egy-két hely mind akad. Valahol akad érdekes módon, hogy akad. Itt ez a rész. Lehet, hogy ott talán flexeltem meg. Ott fághattam a flexel, és akkor talán ez a rész akadna meg itt elől, hogy a flexel belecsíptem ebbe. Az is lehet, hogy ez akad. De ezt megpróbáljuk orvosolni. Azzal, hogy ki megpróbálom leszelővel egy kicsit azt a hegyét, kicsit azt elkoptottam ezt az élét, de legyen akkora. Utána egy kicsit alatta legyünk a méretnek, úgymond. Jött ne akadjon be az a vágás. Lehet, hogy nem az akad el, nem mondom, hogy az akad, de lehet. Mert egész szépen kivette. Úgy. Csiszolóvásznak neki teszem szintén. Jó. Oké. És akkor meglátjuk, hogy... Na, most már azért szépen pörög. Oké. Okay. Jó, és akkor az lesz, hogy ezt viszont flexel színbe kell hoznom. Az marad úgy. Nem akarom annyira meghúzni, hogy tojás alakul legyen a belseje, talán nem. Hát, most már nehezebben megy bele, sőt bele is szorult. Lehet, hogy azért valamit ért neki. Na, akkor ezt a részt flexel áttolom. Akkor adjunk az érzésnek. Thank you.
nézzük, hogy úgy nézem, hogy elég jól lecsapnak. Most biztos meleg. Na kérem, hát azt nem mondom, hogy annyira ki fog lógni, de szerintem azért annyi elég neki, hogy ez már el tud forogni. Mondom, maximum azt tudom csinálni, hogy ide teszek még alá egy alátétet, ami pont akkor, ahogy még nem lóg, de hát amíg az jó, mert akkor meg túl lóg, aztán kész. Jó, ez szerintem jó lesz így. Esetleg majd annyit tudnék még csinálni, ebből belső feléből, tehát ebből a feketéből, ebből még egy picit le kéne vágnom, flexel, és akkor tuti, hogy ez túl fog lógni, és akkor eleve ugye a kormány rész ezen szépen tud mozogni. Úgy, ahogy ez meg van írva a nagykönyvbe. Ezt megpróbálom egyszer így, aztán meglátom, hogy mit muzsikál. Szerintem jó lesz, nem csiszolok én ezen már semmit. Annyit, hogy bezsírozom, adok neki egy kis zsírt. Meg esetleg ezt a fogaskereket majd hegesztés mi egymás egy kicsit megfújom fekete sprével, ne legyen ilyen fényes, mert ha találok normális sprayt, amiben van még, ez egy fog is, mert ugye ha itt hagyom, szerintem a rozsda pillanatokat megkapja, úgyhogy azért nem állt neki szerintem egy kis spray, egy kicsit átkesteni. A belső fel az nem érdekes, jó, elég ideig mozgattam talán, és akkor csak simán adunk neki egy kis. Azért nem a festés minősége a lényeg, hanem kicsit száradott, ugye a spréhez gyorsan száradott, kapok még egy réteget. És azt hiszem, hogy ennyi lesz. Ugye a hegesztés most már eléggé eltakarta. Ez a spray elég gyorsan megköt, szinte már meg is húzott. Kirakom a napra egy kicsit száradni, aztán addig előveszem a fűnyírót, és akkor beleszereljük. Itt is vagyunk akkor a technikánál, úgymond. És akkor ezt a valamit, most nem is tudom, ez hogyan volt. Így talán. Azt hiszem így. Minden igaz így volt. Azt hiszem így volt. Na jó, fölöttem egyszer így. Hogy így volt? Nem, így volt szerintem. Így kellett lennie. Jó. Akkor ezeket ide fölteszem. Itt vannak ezek az önzárós anyák. Ezzel voltak rajta. Úgy, egyik rajta van, és nem is tudom, ez így jött föl, itt azt hiszem, így jött föl, igen, hát igen, nem most szedtem szét, és emlékszek rám, ahogyan volt, de ha így nem lesz jó, akkor meg kell néznem magát a videót, amit feltöltöttem, azt az a rajta van, hogy hogyan volt. Mert így most tényleg meg nem mondom, hogyan volt. Olyan pici a hely sajnos, hogy nehezen tudok hozzáférni itt a dolgokhoz. Még azt sem tudom, hogy ez teljesen meg volt-e húzva. Szerintem ennyire elég lesz. És akkor rádobjuk a másikat is, hát ugye ez már. Mivel beszélget? Hát videózok. Ha? Videózok. Jó, akkor menek itt meg. Hát akkor ezt ide föl, ezt is fölrakjuk. Így, hát itt már elég szűkös a hely, de nem probléma,
Hát őt nem tudom, hogy ez a kerék összetartás hogyan lesz. Ugyan. Persze gondolom kell állítanom ezen a csavarom majd, de majd meglátjuk, hogy hogyan lesz, hogyan sem. Mert állnak a kerekek, mindenhogy ilyen össze-vissza álljanak. Úgyhogy... Hát elég pici állni van megint. Így. Majd ide kell, aztán kerestem csavarokat, hogy azokat szétvertem. Azok felfogják a pedálrészt, mert az még arrébb van. Jó. Oké, ez megvan. Na most kérem. Akkor ez megy ide. Kéne akasztanom a láncot, hogy minden jó legyen. A lánc is jó helyre kerüljön, a magasság is minden jó. Ezt majd a lánc fogja megadni, hogy milyen magasra kell tennem a magát azt a csavarrészt. Azt mondja, a kormányt nem akaszt, így. Csak ugye ezzel is sokat veszültem ezelőtt. Most lesz egyszerű, csak ugye most már a probléma. Szúnyogok is vannak itt az árnyékon, ami ugye, mikor szétszedtem, akkor hál' Isten még nem volt. Most már azóta előjöttek a szúnyogok is a sok eső véget. Úgyhogy azokkal is így küzdök közben. Tehát nem egyszerű ilyenkor már itt kint szerelgetni. Tehát ugye ez van. Főleg így, hogy nem sokat bele a helyére a lánc. Még másik róla. Valahogyan csak összeven. Egyszer. Úgy, elvileg az alsó jó. Most a fősőt kéne valahogy rájátszanom. Magát a kormány részt, ugye. Ez rajt lenne már helyén. Jó. Akkor ezt ide be tudom tenni, így. Csak el is esett, nem minden rajt van. Csak ugye. Ez kéne olyan, mert csak az a baj, hogyha így inném, ezt ráfeszítem, akkor így inném. Elvileg akkor itt lenne ez jó helyen. Csak hát itt nem is tudom. Jó, ez úgy kéne. Gyere vissza. Gyerték. Gyere, Zofi. Na, tehát ezt úgy tudom megoldani, hogy itt valahogyan rácsavarozom, fixre húzom, és akkor úgy meghúzom majd ott lent, egyszerre lefixálom, és akkor úgy beakasztom a helyére. Hát remélem, hogy jó lesz, nem akkor így jártam. Akkor adtam a, úgymond a szarnak egy pofont. Így. Oké, és akkor azzal a kulcssal, ugyan be kéne oda nyúlnom. Ugye, csak hát ez nem egyszerű, sajnos. Ilyen pici helyen van. Ugye ez nem arra van kitalálva, hogy valami kiszerelgesse ezt itt. Mert elvileg látszik egyszer megcsinálták, azt szokták, hogy ennek így jónak kell lennie. Hát reméljük, hogy valamit elérek vele, hanem hát akkor nem. Húznom. Hát ugyanúgy előbb rajt látom. Sajnos ismét belefutottam abba a hibába, hogy nem vette fel egy részét a
Nem értem, hogy miért nem jelez a kamera, amikor megtelik a kártya. Tehát ugyanúgy veszi tovább is az adatot, vagyis hát se nem egy csippanás, se egy valami, se nem kapcsol ki. Továbbra is folyamatos felvételem van. Így lemaradt az összerakás sajnos. Na, elmondom akkor röviden tömören, hogy mi volt. Tehát ide vágtam, ugye azokat a csavarokat, amiket kivéstem helyettük, elvágtam egy hosszabb csavarszárt, és a két csavarra lefogadtam. Elég a két csavar szerintem ehhez az elejéhez. És akkor ugye visszaakasztottam a láncot, de ugye, mint mondottam, elcsesztem magát a fogaskerék állást, mert a kormány, mint látható, ferdén áll egyenes kerekeknél. Ez valószínűleg majd szét kell vennem, és egy kicsit állítanom kell a láncot, meg kell akasztanom a fogaskerékről a láncot, és akkor a fordítanom kell egy kicsikét, hogy azért mégis egyenesen álljon egy ferdén. Mindegy, kipróbásképpen ez jó lesz. Ugye visszatettem az ülést, meg a kormányt, aztán ennyi, szóval sok minden nem maradt le, de hát sajnos ez lemaradt. Úgyhogy nem is értem ezt az egészet, hogy miért csinálja ezt, hogy miért nem jelez, ha végez, hogy megtelt a memóriakártya. Na mindegy, végül is nem hiszem, hogy olyan nagyon ördögös dolog, amiről lemaradtatok. És akkor most eszközöljünk egy úgymond hideginítást, mert azóta, amióta szétkaptam, nem volt indítva. Akkor próbáljuk meg elindítani. Hát remélem, hogy azért beröffen. Benzintalan annyi van benne, nem sok, de bízok benne, hogy beröffen. Jó, tehát gyújtást, tehát így gyújt, akkor leveszem róla. Itt van egy 5 darab, vagy 6, itt tudom már, mennyi sikerül szivató. Elvileg üres, beteszem, de elvileg nem indul el, még rá nem lépnek a gázra. És akkor nincs más hátra. És leszivatni. Jó. És akkor most ráadom úgymond a gyújtást. Én se gondoltam, nem sok benzin van pedig már bent, kicsit kukok, valami nem tették neki, már rég ment. Kicsit furán megy, de megy. És akkor megpróbálok megfordulni vele. Szépen lehet kormányozni, nem kotyog, nem lúgos. Most ez így volt, tehát azok a problémák jelentik, hogy ki volt lagóvelet, szerintem maga a fogaskerék. Na,
megszól a fű, akkor meg kéne próbálnom most, hogy tényleg válok egy vele egy rendet. Most már elég nagy a fű itt az út. Hát csak le nem áll persze. Hát mivel fogy a benzin, megadodik kicsit. Valószínűleg lehet, hogy benzin gondja lesz lassan, mert nem sok volt benne. És akkor ugye átrezettem a kamerát, most a válok egy csíkot. Vágok egy kicsit. Remélem valamennyire látható lesz.
Sajnos kifőtt a szufla. Hát nem sok benzin volt benne. Hát így muzsikál. Kicsit kopogós az egész, úgyhogy itt szerintem még valami bibi van a kasza részével. Úgyhogy valószínű szét kell, hogy szedjem azt a részt. De amúgy most szépen kormányozható, nem lötyög, nem ugrál össze-vissza a kormányzás. Tehát egyszerre, hogy elfordítom a kormányt, reagál rá. Úgyhogy ez így megoldva. Most a kasza részével kéne valamit kezdenem, mert ugye nagyobb a fű, hát ez már, vagy majd már szegény motor van kikoffa, mert úgy vettem észre, hogy ha lassabban megyek, hagyok neki idő dolgozni, akkor szépen lekaszálja. De amúgy belehörög, de az elején is lehet látni, többször leállt. Úgyhogy valószínű itt a hát meg lehet, hogy a kasza részének se általán egy kis zsírzása, a légszítárcsákat átzsírozni, mindent, hogy minél könnyebben tudja tekerni maga a motor. Hogy, meg ez a kopogás, ez engem zavar. Úgyhogy le kell venni a kasza részét. Hát most már ezt így hagyom ezt a részt, nem erőltetem, nem akarom, hogy jobban szétzúzza. Ezt a tologatóssal lenyírom. Az a lényeg, hogy lehet látni azért, hogy azért szépen lenyírta. Persze a fűkasza is, ki tudja milyen rajt, ugye mind látható volt, elég odáig volt az is, tehát az is üthet rajt. Azt se értem, azt se ártam egy másikat beledobni. De egyelőre szerintem ez így, ahogy van. Közben rakom össze a kamera lábát, azért imbolyog a kamera. Az szerintem így jó lesz. Így látható, nem tudom mennyire látszik a fű, elég szépen levágta, pedig aztán elég szar, hát most kimondom, már szar a kasza rajt. Úgyhogy, de az képest én rosszabbra számítottam. Egy az, hogy a fű is még vizes, ugye sok eső volt mostanában, és de szépen leírta. Úgyhogy a javtekolás folytatódik, nem áll meg ennyivel. Addig még egy normális hangom. Hát nem az, hogy nem lesz hangja, mert biztos, hogy lesz hangja, mert ugye azért mégiscsak ez nem egy olyan kifinomult technika. De én szerintem azért nem kéne neki így kopognia, gondolom én. Vagy csak én hiszem rosszul. De minden esetre fogom, a szétszerem. A szétszerésből nem videózom, de már egyszer már levideóztam. Nem akarok senkit untatni azzal, hogy ismétlem a dolgokat, hanem majd, ha leveszem a kaszarészt, akkor azt átnézzük. Így egyszerűbb lesz. Jó, hát akkor egyelőre ennyi, aztán akkor nekiállok szétszerelni.